Maga erre marad a műsorvezető. Nagy hitelben Szabó Zsófi és férje Török Bálinti házán. A kisfiával egyedül maradt abban a Török Bálinti ingatlanban Szabó Zsófi, amit még a férjével Kis Zsolttal vásároltak 2017-ben. Ahogy arról a Brick is beszámolt, a csinos műsorvezető és férje a vállás mellett döntöttek. Lapunknak korábban a család egy ismerőse elmesélte, hogy egyelőre nem adták be a papírokat. Csendes, békés vállást szeretnének, s úgy tűnik nem lesz gond sem az anyagiak, sem gyermekük felügyeletét illetően, mindenben meg tudnak majd egyezni, ahogy a közös cégüket is együtt vezetik tovább. Jó maradt a viszonyuk, sok időt töltenek hármasban, és így is tervezik, szeretnék közösen nevelni Mendelt. Zsófi egyébként még az édesanyjának sem mondta el, hogy válságban van a kapcsolatuk Zsolttal, sokáig titkolta a szerettei előtt, hogy válnak. A Borsnak most egy neve elhallgatását kérő informátor elmondta, hogy Zsófiék Török Bálinti ingatlanján nem kevés hitel van. A ház, ami egyébként több mint 100 milliót ér, Török Bálint legdrágább részén a Tükörhegyen található. A luxusház megvételéhez néhány évvel ezelőtt állítólag a műsorvezető ragaszkodott, de arról nem tudni, hogy innentől egyedül fizeti-e a törlesztést, avagy továbbra is közösen gyermeke édesapjával, Zsolttal. Nektek mi a véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le legfrissebb hírekről.